Bár még csak közel egy hónapja nyitotta meg kapuit az áldozatsegítő központ Kecskeméten, már több mint 80 ügyfél kereste fel a helyet. A segítségre szorulók több mint 70%-a valós bűncselekmény vagy szabálysértés miatt kért segítséget. Az ügyek mikéntje azonban nagyon változó. Vannak kisebb súlyú bűncselekmények, de a központhoz forduló ügyfelek több mint fele súlyos bűncselekmények áldozata. Az elmúlt egy hónapban 6 kapcsolat erőszak áldozata keresett meg minket. Sajnos 3 esetben szexuális erőszak áldozata is fordult hozzánk, és ami a legrémisztőbb ebben, vagy a legrosszabb statisztika, hogy ha fogalmazhatok így, a 3 nemi erőszakos áldozatból 2 kiskorú volt. Megkereste őket egy emberkereskedelem áldozata is. 2 ügy volt emberöléssel kapcsolatos, és kiskorú gyermekpornográf felvételével való visszaélés áldozata is kért tőlük segítséget az elmúlt egy hónapban. Pár nappal ezelőtt például egy hölgy sétált be a központba egy babakocsival, akiről, mint utóbb kiderült, társa bántalmazta. Az áldozatsegítők szinte azonnal megoldották, hogy elhozzák a nő otthonából a legfontosabb dolgait, nagyobb gyermekét az óvodából, és gondoskodtak a gyerekek és a nő biztonságos elhelyezéséről is. Az áldozatsegítő központok küldetése, hogy egyfajta áldozatbarátabb környezetben tudják fogadni az ügyfeleket, ahol szakértők egyéni szükségletfelmérést végeznek, elbeszélgetnek az áldozattal, majd leszűrik, melyek azok a segítségnyújtási formák, amikkel az elszenvedett helyzetén segíteni tudnak. Bárki bejöhet segítséget kérni, tehát ha ő csak azt gondolja, hogy valamiféle jogi tanácsra lenne szüksége, vagy tájékoztatásra, vagy épp bűnmegelőzési ismeretekről szeretne kicsit nagyobb képet kapni, akkor őket is várjuk sok szeretettel. Sokszor előfordul az, hogy az ügyfelek maguk azt gondolják, hogy bűncselekmények vagy tulajdoni szabálysértések áldozatai, de valójában a beszélgetés során ez ki szokott derülni, hogy nem történt bűncselekmény, hanem egy fajta polgári jellegű jogvitáról van szó, tehát például egy gyerekelhelyezésről, egy gyerektartásdíjról. A teljesen ingyenes szolgáltatást akár telefonon, e-mailen vagy személyesen is lehet kérni. A központ munkatársai többek között jogi tanácsot, pszichológus általi segítségnyújtást, valamint gyakorlati és pénzügyi segítséget is tudnak nyújtani a rászorulóknak. Bűncselekmény következtében jellemzően anyagi krízis segélyt kapnak az áldozatok. Ilyen eset például, ha valaki nem tudja kifizetni a gyógyszereit, az élelmiszert vagy esetleg a rezsit a következő jövedelem érkezéséig, mert a megtakarított pénzét lopták el. Állami kárenyhítés a legsúlyosabb bűncselekmények esetén jár, amikor egy személy ellen szándékos, erőszakos bűncselekményt követnek el, és 8 napon túl gyógyuló sérülése van. Ezt a fajta kártérítést az állam vállalja függetlenül attól, hogy megvan-e az elkövető vagy elítéltéke. A kártérítés maximuma több mint 2 millió forint. Az áldozatok bármilyen kérelemmel kapcsolatban kérhetnek segítséget, amit a központ munkatársai segítenek kitölteni, valamint továbbítani az illetékes szervnek.